Augusztus 29-én 2-1-es győzelemmel kezdett az Egerese a heves Lány u 20 bajnokságban. Az első ellenfél a 2020-21-es szezonban az Eger csehi csapata volt. Majd ezt követően sorra gyártották a gólokat az egri lányok a mérkőzéseken, és siker-sikerre halmoztak. Ez azt jelentette, hogy 12 találkozóból 12-t meg is nyertek, így egyértelműen a bajnokság élére léphettek. Majd csak ezt követően kapott ki először az egerese. Április 4. hetében a 60 gárdáját látták vendégül a felsővárosi sporttelepen. Bár úgy tűnt, a pirosmezes hazaiak uralják a mérkőzést, hiszen már 15 perc után érkezett az első találat, nem sokkal később azonban a vendégek hamar felzárkóztak. Az első félidő végén pedig meg is szerezték a vezetést. Ezután a második játék részben egyik csapat sem értékesítette támadásait. Így végül 3-2-re a 60 nyert. Bár az eger megszerezte első vereségét a bajnokságban, az első helyük nincs veszélyben. Sajnos kettő órára vezettünk, aztán vereséget szenvedtünk, ami a csalódottak a lányok. Egy szokatlanul harcias és nagyon kemény ellenféle találkoztunk, de bízom benne, hogy ez csak a következő bajnokig tolt el a bajnokavatást, és nem lesz probléma ezzel később. Már csak két mérkőzés vár az U20-as lánycsapatra a 2020-21-es szezonban. A tervek szerint május 15-én a Tóalmás együttesét fogadják az egri lányok, majd júniusban a visszavágót játsza le a két gárda.